Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Lehel Kata vagyok. Mutatom, mit kínálunk önöknek a következőkben. Csúszik az új városi bölcsőde beruházása. Családi lovasnapot szerveztek Tolnamözsön. Kézműveskedtek a gyerekek a magtáborban. Bemutatjuk Györökné Ökrös Mariannát. Bár nem az előre megtervezett ütemben, de halad a városi bölcsőde építése. Tolnán évekkel ezelőtt zárták be a városi intézményt, de ma már látszik, szükség van a működtetésére. A két csoportos gyermekintézmény nevére a város várja a lakossági javaslatokat. Ez a soktornyú épület lesz a tolnai városi bölcsőde, már ha elkészül, mert hogy az építőanyagok beszerzése nehézségekbe ütközik, így az eredeti ütemtervet ebben az esetben sem lehet tartani. A város vezetése évekkel ezelőtt tervbe vette az intézmény újbóli életrekeltését, és a TOP pályázatok második köre meg is teremtette rá a forrást. Már régi restanciája a városnak, hogy bölcsődét működtessen. Ugye a 90-es években bezárásra került a városi bölcsőde. Nagyon régen Tolnán, itt a mellettünk lévő épületbe, ami jelen pillanatban a járási hivatal épülete, ott volt egy bölcsőde, illetve Mözsön is volt egy bölcsőde. Aztán először a Mözsi szűnt meg, és a 90-es években a mellettünk levő épületbeli bölcsőde is megszűnt, aztán óvoda lett belőle, és úgy lett járási hivatal. De hát jelentkeztek a szülők, és azt gondoltuk, hogy ha van rá forrás, akkor mindenképpen nyújtunk be pályázatot bölcsőde építésére. Egyébként ez a Bartók utcai Pittypangóvoda melletti zöld területen folyik az építkezés, de tekintettel arra, hogy olyan építőanyag hiány van, tehát nem csak az árak szaladtak el, hanem hiány is van belőle, hogy jelezte májusban a kivitelező, hogy hiába igazolta vissza a gyártó bizonyos szigetelő anyagokat, egész egyszerűen nem tudja leszállítani, és vannak olyan munkálatok, amiket addig nem tud folytatni, amíg ezeket a szigetelő elemeket nem szállítják, vagy nem helyezi fel. Úgyhogy arról döntött a képviselő testület még május végén, hogy ezt a vállalkozói szerződést a kivitelező kérésére október végéig hosszabbítja meg. Bár látszatja, az építkezés előre haladott állapotban van, az egyenlőre nem tudható, mikor lehet majd szalagot vágni. Miután a kivitelezőt közbeszerzési eljárásban választotta ki a tolnai önkormányzat, így a beruházási költségek a megnövekedett építőanyagárak ellenére sem változnak majd meg. Az egy dolog egyébként, hogy mikor fejeződik be maga az építkezés. Onnantól nyilván egy viszonylag hosszú folyamat az, amíg az épületbe lezajlik a műszaki átadás átvétel, amíg használatba vételi engedélyt kap maga az épület, és aztán az önkormányzat létre fogja hozni a bölcsődei intézményt. A képviselőtestület úgy döntött, hogy nem vonja össze egyik intézményével sem, hanem egy önálló intézményt hoz létre, egy bölcsődei intézményt. Ezt nyilván mi meg fogjuk tenni még az ősz folyamán, és utána lehet maga a működési engedély megszerzését a kormányhivatalnál kezdeményezni, és aztán utána tud indulni a bölcsőde. Én azt gondolom, hogy legkorábban a jövő év elején, tavaszán lesz erre mód. Jelen pillanatban két magánbölcsőde működik a városban, és ott a szülőket támogatjuk anyagilag. Nyilván ezek viszonylag nagy összeget kell fizetni azért, hogy a gyerkőc odajárhasson, és akkor mi anyagilag támogatjuk ezeket a szülőket. Ott is, tehát az önkormányzati bölcsődében is lesz majd nyilván térítési díj, de hát én azt gondolom, hogy azért az lényegesen kevesebb lesz, mint a magánbölcsődékben. A kétcsoportos intézménybe 24 kisgyerek cseperedhet majd. Ami egyelőre egy kicsit
problémát okoz, az a névválasztás. Tehát nagyon szeretnénk, ha valami egyedi neve lenne ennek a bölcsödének, úgyhogy meg fogjuk találni annak a módját, hogy hogy tudjuk megkérdezni az itt élőket, hogy hogy nevezzük el a bölcsödét, vagy a közösségi oldalunkon egy szavazást fogunk indítani. Tehát nyilván valami egyedit szeretnénk, olyat, ami másút nincs, esetleg olyat, ami magára az épületre jellemző, vagy a városra, vagy a város nevére utal, vagy a város jellegzetességeire utal. Tehát teljesen nyitottak vagyunk, én magam legalábbis teljesen nyitott vagyok a tekintetben, hogy hogy nevezzük el ezt a bölcsödét. Úgyhogy még egyszer mondom, hamarosan jelentkezni fogunk a közösségi oldalunkon, és nagyon remélem, hogy jó ötletek fognak születni. Családi lovasnapot szerveztek Tolnamözsön. A programból hagyományt szeretnének teremteni a helyi egyesület tagjai. A koronavírus hátráltatta a lovasport fejlődését, de az elmúlt időszakban újra erőre kapott a sportág. Mutatja ezt a versenyeken indulók növekvő létszáma, és a hasonló rendezvények tovább növelhetik a népszerűsítést. Minden a családokról és természetesen a lovakról szólt Tolnamözs. A helyi pályán ugyanis lovas családi napot szerveztek. Készültünk itt a mözsi lovas pályán kocsikáztatással, gyerekek és felnőttek részre. 6-7 fogatot sikerült összeszedjünk az egyesületünkből, illetve a környező falukból és bajáról is jött egy versenyző, pályaépítő is egyben. Délutánban lesznek többféle programok, szintén gyerekek és felnőttek részére foci meccs, csizmadobó verseny, szekérhúzó verseny, tehát egy ilyen falunap jellegű kis ilyen családi összejövetelt szeretünk volna abból az egészből kihozni, természetesen lovakkal egybekötve. Amíg a gyerekek kocsikáztak, addig több üstben és bográcsban finomabbnál finomabb ételek készültek. 13-an, legalábbis 13-an leszünk, előre jelezve így van. Hát lecsót főzünk, paprika, paradicsom, szalonna, kolbász, a legvégén kerül bele rizs. Írtunk ki egy ilyen családi főző versenyt, részt vesznek a nyugdíjas klub tagjai, a lovas egyesület tagja is főz, illetve 3 magánszemély volt, aki jelentkezett, hogy beszállna ebbe a versenybe. A mözsi lovas egyesület tagjai igazán pezsgő sportéletet élnek, családi összejövetelt viszont eddig még nem tartottak. Ezen kívántak változtatni a mostani kezdeményezésükkel. A gyerekeknek a programja is legyen ne csak a lovasoknak verseny. Erre gondoltunk, egy kis főzés, kis baráti, családi összejövetel legyen. Gyerekkocsikáztatás van jelen pillanatban, és meg egy kis hajtás, egy kisebb akadályokkal, kis főzések, estefele meg egy kis foci.
Az elmúlt két év a lovasportot űzők számára sem volt könnyű. A járvány miatt rengeteg program maradt el, ezért is örültek a mostani esemény résztvevői különösen a családi napnak. A pandémia miatt elmaradt nagyon sok, és a ló az nem olyan, mint egy motor vagy egy bicikli, hogy félretesszük. Most a ló az ott van az istállóba, etetni kell. Na most a ló az úgy intenzív, mint egy sportoló, hogy edzésbe kell tartani. Azokkal ugyanúgy kellett foglalkozni, hogyha föloldódik ez a dolog, akkor lehessen versenyen használni őket. Na most ezért a lovasport egy kicsit elaludt. Most talán bízunk benne, hogy föléled, mert most képzeljék el azt, hogy már a közönségnek mondom, képzeljék el azt, hogy etetem, és akkor még mindig nincsen semmi. Nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy a lósportban megmaradjon az ember, és művelje is ezt a sportot. Most már azért mondtam, hogy most már föloldódott, most már akik vannak, van, és úgy néz ki, hogy vissza is fognak térni egy kicsit már a lósportba. A Lovas Egyesület tagjai viszont dacára az elmúlt időszak nehézségeinek tele vannak tervekkel az idei évre vonatkozóan. Volt egy versenyünk júniusban, elég szép létszámmal vettek rajta részt, és a következő versenyt október 8-9-re tervezzük, amely a Dél-Dunántúli kombinált fogadhajtó bajnokságnak a döntője lesz. Hála Istennek mind a járvány ideje alatt is sikerült megrendezni kétszer a versenyeinket. Látszott, érződött versenyzőkön is, nézőkön is mindenhogy, de úgy érzem, hogy jó úton vagyunk. Most rövid reklám következik, majd a Magházba látogatunk, ahol a nyári tábor keretében a gyerekek a kézműveskedés, ezen belül a festés szépségeivel ismerkedhetnek. Az a tapasztalat, mondják a szervezők, hogy hamar rájönnek a képalkotás ízére. A részletekkel mindjárt jövünk, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szendrési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balónékukat@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A
A Tolnai Magház minden esztendőben több alkalommal szervez olyan tábort, ahol a gyerekek a játék mellett komolyan foglalkoznak a rajzolással és festéssel. A szervezők azt mondják, a legnagyobb feladat legyőzni azt a gondolatot a fejekben, az én ezt nem tudom gondolatát. Ha ez sikerül, egy új világ nyílik meg a gyerekekben. Mindenki tud rajzolni, és mindenkit meg lehet barátkoztatni a formákkal és a színekkel. Ez a mottója a Magház táborában zajló művészeti foglalkozásoknak. Bárdos Gutmintér Edit arra vállalkozik, hogy lebontsa a gyerekekben lévő gátlást, ha ceruzát kell a kezükbe fogni. Általában sikerrel jár, mondja. Ma azt fogjuk csinálni, hogy van egy képünk, és az akril festékkel fogunk megismerkedni. Gondolom a temperával már mindenki megismerkedett, hasonló hozzá, kicsit azért erős, teljesebb, pigmentáltabb színek. Ez ugye, ha megszárad, akkor nem tud feloldódni, úgyhogy a ruháitokra azért vigyázzatok. Lesz egy képünk, majd még lesz egy nyomtatott kép is, ezt fogjuk megtanulni, hogy hogyan fogjuk a színeket keverni, hogyan lehet az alapszíneket más színekkel kombinálni. Szeretném megtanítani nekik azt, hogy mikor azt mondják, hogy nem tudnak festeni, akkor próbálják meg, és igenis rájönnek arra, hogy lehet, meg lehet tanulni a színkeverést, ugye itt van egy kis elmélet is, hogy hogyan lehet a színeket keverni, hogy nem kell ahhoz 50 színt megvenni, hogy tudjanak festeni, hanem hogy az alapszínekből hogyan is lehet kikeverni ezeket, és hogy hogyan lehet megfesteni egy képet. Edith azt mondja, annyira pörgős már az élet az iskolában, hogy egyszerűen nincs idő arra, hogy a gyerekek nyugodt körülmények között megtanulják az ecset vagy a ceruza kezelését, és megtanuljanak látni. Ezt a folyamatot nem segíti az sem, hogy addig van már rajzóra a tanmenetben. És így szerettem volna, hogyha ők pluszban még tudnak tanulni, mert teljesen más egy rajztanár, és teljesen más egy festőtől tanulni szerintem. Kapjanak egy kis ízelítőt, és otthon is elkezdjenek festeni, hogyha a szülők is támogatják, mert sokszor mondják, hogy hát a szülő nem szeretné, hogy összekenjen valamit, de én úgy tudom, hogy ezt a gyerekeimmel tapasztalom, hogy ezt meg lehet oldani, kiteríteni nagy forját, és akkor nem kell össze semmit a gyermek, és a szülővel együtt is lehet festeni, és ő is rákap az ízére, hogy milyen ez. Sajnos egyre kevesebbszer fordul elő, hogy közös alkotások készüljenek egy családban, pedig ez szorosabbra fűzi a belső kohéziót. A Magházban lebonyolított foglalkozások eredménye visszatükröződik az év folyamán, mondja a szervező Józsa Jáci. Nagyon szeretnek kézműveskedni, igazából ez most már az 5. alkalom, amikor megrendezzük a magtábort, és mindig úgy állítjuk össze a programot, hogy körülbelül egyenlő arányban legyenek a kézműves foglalkozások, illetve a sport és mozgásos foglalkozások. Hát azt az elvet követve, hogy épp testben, épp lélek, így kiegyenlítve a viszonyokat, így ők is élvezik, mert akkor fel tudnak így frissülni a mozgás feladatok után tudnak akkor alkotni, és azt veszük észre, hogy nagyon ügyesek, nagyon ügyes alkotások készülnek. Például vannak rajzpályázataink az évben, és ezek a gyerekek, akik itt most alkotnak, ezek visszatérők a rajzpályázatokon is, és egyre ügyesebb munkákat hoznak össze évről évre. És hogy mi a jó a rajzolásban? Az jó a rajzolásban, hogy segíti a kreativitásodat. Tehát megtanulsz szebben rajzolni, szebben tudsz majd festeni, például, hogyha unatkozol, akkor fogsz egy lapot és festesz. Szoktál ilyet csinálni? Igen, szoktam otthon. Igazából azzal próbálok motiválni, hogy igenis próbálkozzanak, és a félelmeiket
tudja ledönteni, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni. Az előző táborban is voltak olyan gyermekek, főleg a fiúk, hogy ők abszolút nem tudnak, és nem szeretnének festeni, és amikor leültek és megcsinálták a képet, és olyan boldogság volt az arcuk, hogy ő ezt meg tudta csinálni, úgyhogy szerintem ez nekem is egy nagy motiváció, és nekik is. Mindegyik így kezdő, hogy én nem tudok, nem akarok, de aztán amikor elkapja őket az ihlet, meg az alkotás, akkor már nem lehet őket leállítani, akkor már teljesen beleélik magukat, és akkor készülnek a saját egyéni munkák. Nem baj az soha, szerintem nem a technikát kell nézni, hogy milyen pontosan húzza meg a vonalakat, vagy hogy mennyire élethű az alkotás, hanem hogy kifejezze önmagát, és élvezze, amit csinál. A következőkben egy olyan pedagógust mutatunk be önöknek, aki egész munkásságával egy intézményhez kötődött. Györökné Ökrös Marianna közel 4 évtizedet tanított a nyugállományba vonulása után bezárt Mözsi általános iskolában. Munkásságát a város legutóbb Tolnaváros közalkalmazottja díjával ismerte el. Mindig benne volt az én életemben a tanítói pálya, ezért nem volt kérdéses, hogy a gimnázium után az akkor induló szekszárdi tanítóképzőbe jelentkezzem, ahova fel is vettek, és elkezdtem tanulmányaimat tanító rajznépművelés szakon. 1982-ben végeztem, és ugyanebben az évben el is kezdtem dolgozni itt a Mözsi Általános Iskolában. Az iskolának a neve és a jogállása az tulajdonképpen az én 40 évem alatt talán 5-ször változott, de én mindig ugyanebben az iskolában és ugyanebben az épületben tanítottam. Itt kezdtem és itt is fejezem be pályámat. Az volt a fő célom mindig is, hogy a mindennapi életben megjelenő oktatási nevelési problémákat megoldjam. Ahhoz viszont mindig fejlődni kellett, hiszen a tanulók változtak, az életünk körülöttünk változott, ezért változtatni kellett. Nagyon sok továbbképzésen vettem részt, amelyek segítettek abban, hogy megoldjam a problémákat. Számomra a pedagógus pálya a kihívást jelentette. A kihívás az tulajdonképpen a legnehezebb és egyben a legszebb része is a pedagógus pályának, úgy gondolom. A kihívás, amikor arra kell figyelni, hogy a tanulók oktatása nevelése során meg tudjam oldani a problémákat, és a kihívás a saját részemről, hogy ezt hogyan, honnan szerzem elő azt a tudást, amivel valóban megoldom a helyzeteket. Hogy milyen pedagógus voltam, azt sokszor feltettem magamnak a 40 év során, hogy jó tanító vagyok-e. És ilyenkor nagyon sokszor eszembe jutott egy középiskolai tanáromnak a mondata. Még a felvételi előtt történt, hogy mindenkitől megkérdezte, hogy mit szeretne lenni és hova fog felvételizni. És amikor én megemlítettem, hogy a szekszárdi tanítóképzőbe, zárójelben megjegyezném, hogy nem szerettem volna távolabb menni, mert a szerelem már ide kötött. Tehát amikor megjegyeztem, hogy a szekszárdi tanítóképzőbe, akkor ő elgondolkodott egy pillanatra, és utána azt mondta, hogy hát, ha nem lesz tanár, akkor jó tanítónak is kell lenni. És ez nagyon sokszor az eszembe ötlött, amikor ott álltam a nehézségekkel szemben, ott álltam, hogy azt gondoltam, hogy tehetetlen vagyok, és nem tudom megoldani a feladatot, és hogy nekem most mindent meg kell tennem azért, hogy sikerüljön, és azt gondolom, hogy megtettem mindent. Talán sikerült, és azt gondolom, hogy ez a díj, amit most, ez az elismerés, amit most kaptam, ez az elismerés a jó példája annak, hogy valóban talán jó tanító voltam.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!